like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, you wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you cute. Mik a legfőbb feladatai a technikai, a szakmai vezetőnek? Hát, mint sport szakmai vezető, Lugosi Zoltán, ebben a táborban, mint vízi sporttábor, ugye a víz és a sport összekapcsolásáról van szó, a vízben történő sportokról és a szárazföldön történő sportokról, ami itt a teniszben, a röplabdában, a labdarúgásban és a kosárlabdában, illetve az aerobikban teljesül ki. A vízi sportokban pedig ugye a kajak, a kenu technikai és taktikai szabályainak, illetve mozgás kultúrájának a megismertetése, valamint az úszásnak a megismertetése történik, ami tulajdonképpen a szabályok és a különböző mozgástechnikákban merül ki, amit tulajdonképpen én felügyelek, illetve tanítok, illetve megpróbálom a gyerekeknek a mozgását a legmegfelelőbb mederbe terelgetni. A mai agyon digitalizált világban, mikor a gyerekek egész nap az internet előtt ülnek és nyomják a gombot, nehéz vagy nehezebb rávenni és sarkalni őket a sportra, a sport szeretetére? Igen, nehezebb, de van egy szerencse tulajdonképpen ebben a dologban, mert aki ide jelentkezik ebbe a sporttáborba, az már eleve tulajdonképpen egy érdeklődéssel jön ide, ami egy kicsit háttérbe szorítja ezeket a digitalizált dolgokat. Tehát tulajdonképpen már az indítatás, az érdeklődés az adott, és nekünk ezt kell tovább fejleszteni. Mik a legkedvelt a sportágak itt a táborban? Egyáltalán lehet rangsort felállítani? Igen. Én úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy vízi sporttáborról van szó, a röplabda az valami fantasztikusan bejött most ebben az évben, hiszen ha van egy kis pihenő, mondjuk két program között, a gyerekek azonnal a strand röplabda pályán vannak. Az egyesek azt mondják, a sport az csak semmi más, csupán mozgás, testedzés. Mások azt is állítják, hogy ez viszont komoly fegyelemre nevel. Nem csak fegyelemre, az emberi jellemet a legjobban tudja fejleszteni. Sőt, nem hogy a sport, hanem a sportra rávezető játékok azok, amik a legjobban fejlesztik az ember jellemét, hiszen a gyerek belefeledkezve a játékba önmagát adja. És egy jó pedagógus azonnal ki tudja szűrni, hogy ez a jellem hova vezet, jó, pozitív irányba vagy negatív irányba, és azonnal tud ezen változtatni, és azonnal tud tanácsokat adni, és azonnal megfelelő irányba tudja terelni a gyerekeket. Nap mint nap oda kell figyelni a gyerekek erőllétére is? Természetesen, hiszen itt most ugye volt szó az aerobikról, ami nem csak egy aerob mozgásról, egy állóképességi mozgásanyagról, hanem az erősítő, a kondi mozgásanyagáról is van szó, hiszen hasizom erősítés, tehát különböző izomcsoportok erősítéséről, hasizom, hátizom, távolító, közelítő izmok, farizom, csípőizom erősítés, főleg a lányoknál ez nagyon fontos, hiszen ők hiúak ebben a kérdésben. Nem csak arról van szó, hogy most én ezen az egy napon vagy két napon, amikor az aerobikot tudjuk, illetve az hasonló erősítő gyakorlatokat tudjuk végezni, akkor én mindent át tudok adni, és mindent meg tudok mutatni, és azonnal a gyerekek csinosak lesznek, főleg a lányok,
hanem arról van szó, hogy adjunk egy szemléletet, hogy ilyen is van, ilyen is létezik, és lehet, hogy ezekből a gyerekekből 5-6-10 év múlva egy fitness szakember lesz. Mennyivel másabb itt bent a vízben, a vizen, vagy esetleg a vízparton a sport, a nevelés, a mozgás szeretetére történő nevelés? Óriási a különbség természetesen, hiszen egy más közegről van szó. A szárazföldi közegen vagyunk mi, és a gyerekek is, és minden ember biztonságban. Egy más közeg a víz, ahol ugye a víz alatt már nem kapunk levegőt, halált okozhat, nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nagyon nagy fegyelmet követel a pedagógusoktól is, hogy ezeknek a gyerekeknek semmi bajuk ne történjen, hiszen mi mindig úgy vagyunk vele, hogy akkor sikeres egy tábor, elfeledve azokat a sportágakat, amiket mi fejlesztünk, akkor sikeres, hogyha épségben, egészségben haza tudjuk vinni ezeket a gyerekeket. Tehát itt a vizen nagyon nagy fegyelemre és nagyon nagy odafigyelésre van szükség. Természetesen, mivel más a közeg, egy sűrűbb közegről van szó, hatékonyabban fejleszti az aerob képességet és az álló képességet, valamint az erő fejlesztést. Picit a szakmai részt félretéve, pedagógusként persze nagyon nagy a felelősség, na de magánemberként milyen a légkör, milyen a hangulat? Magánemberként? Hát igyekszünk persze egy ilyen feszült helyzetben, amikor tényleg nagyon nagy felelősség van rajtunk, mert itt emberi életekről lehet szó vízparton. Kicsit oldani a feszültséget azzal, hogy mi jó barátságban vagyunk egymással, megértjük egymást, és természetesen nem titok, hogy esténként összejövünk és lazítunk egy kicsit. Az önök családjában is fontosak voltak a sporttradíciók? Nem emlékszem vissza, hogy az őseim sportoltak volna, anyám, illetve apám, az biztos, hogy nem. Nem tudom, valaki biztos volt a családban, mert én nagyon érdeklődtem a sport iránt, nem véletlen választottam a testnevelés szakot, és lettem testnevelő tanár, illetve edző. De a lányom folytatja a hagyományokat, és el kell mondanom, hogy büszke vagyok rá. Kiválóan úszik mind a négy sportágban, nagyon jól kajakozik, kenuzik. Nem tudom, mit hoz a jövő. Ha lett volna lehetősége Balmazújvároson arra, hogy versenyszerűen úszon, akkor lett volna esélye arra, hogy esetleg nagyobb versenyeken is induljon, vagy versenyeken induljon, de úgy gondolom, hogy jó úton halad, hiszen a helyi gimnáziumban fogja folytatni a tanulmányait, és ott jó szakemberhez fog kerülni, a kollégámhoz, és bízom benne, hogy ő ki fogja aknázni azokat a lehetőségeket sportterén, ami benne van, szereti a röplabdát, és ezen a téren fog tovább menni, úgy gondolom. Apaként, szülőként a családban is fontos volt a sport? Természetesen. Fontos volt. Nem akarok hosszan beszélni arról, hogy az én édesapám is szertornászként sportolt annak idején Budapesten, akitől én nagyon sokat tanultam, és az indítatásom onnan ered, hogy az én szüleim is sportoltak. És hogy beszéltünk arról, hogy vajon a gyerekek néhány év múlva fitness szakemberek lesznek, az én kislányom óvodáskora óta jár velem, illetve velünk vízi sporttáborba, és most másodéves, illetve végzett, de harmadéves lesz az EGRI főiskolán, ahol testnevelő és edző szakon tanul. Azt hiszem, hogy ennél fényesebb példa nem kell arra, hogy igenis ezek a sporttáborok, ezek a sportok, illetve nevelési lehetőségek olyan életutat biztosítanak gyerekeinknek, illetve akikkel foglalkozunk, ami szintén én azt gondolom, hogy nagyon értékes, és akik majd a következő generációnak ezt az értékes kultúrát át tudják adni.